16-os Árpád Fejedelem Gimnázium lakóhelyem című projekten a mi csoportunk a pécsi zenei élet feldolgozását választotta. Először Kircsi Lászlóval beszélgettünk, akitől többek között azt is megtudtuk, hogy 5000 hegedűt, 1800 zongorát és több száz fubalát számláltak a mindössze 34000 fős városban. Ez, hogyha kicsit utána számolunk, akkor megkapjuk, hogy minden családban volt hegedű, és minden harmadik családban volt zongora. Megkérdeztük tőle azt is, hogy hogyan buliztak a 19. században. Egészen biztos sokkal jobb, mint most. Azért, mert emberek csinálták élőben. Nem a gombot nyomták meg, és nem a decibel volt a A pécsi dalászda, ez elég korán megalakult, 1800-as éveknek, hát meg kell néznem a pontos dátumot valahol, 1800-as évek eleje táján, de az 1845-ben. De aztán jött a szabadságharc, és akkor Pécs egy eléggé rebellis városnak számított. A dalárda tagok közül is többen gyanúsakká váltak a bécsiek szemében, úgyhogy ez a dalárda szétesett, majd csak két évtizeddel később kezdődött el újra. Országosan is jegyezték a dalárda színvonalát. Sokan a vernunkos szerzők közül írtak a dalárdának számokat, sőt, mi több, ugye még a szabadságharc előtt 1846-ban Liszt az Augustházban vendégeskedett szextárdon, és akkor Pécsről egy népes küldöttséget küldtek szextárdra, hogy ugyan már meghívják Lisztet is Pécsre. Liszt másnap eljött, de útközben Pécsváradon szállt meg, és Garai János versére mai magyarul a Patakhoz címmel, eredeti magyarsággal Patakcsa címmel egy négyszólamú férfi kart komponált, és azt hozta ajándékba. Megkérdeztük az utca emberét arról, hogy tud-e valamit Liszt Ferencről. Szóval az első kérdés az lenne, hogy tudjátok-e, hogy melyik században volt Liszt Ferenc? Nem igazán már. Tippetek esetleg van? Na. Jó, szerintetek járt Pécsen? Valaha is? Szerintem nem, szerintem. Abszolút nem baj. Szóval az lenne az első kérdésünk, hogy körülbelül szerintetek melyik században tevékenykedett? Jócsi, gyere már ide, kérlek! Ha nem zavar, gyere már ide! Jön Júlcsi, köszönjük szépen! Júlia! Elnézést! Szóval, Liszt Ferenc! Szia! Melyik században tevékenykedett? Ez volt a kérdés, hogy nem szóval. Hát, hogy tudom. Valaki, most tanultuk énekből! Liszt Ferenc! Mi van vele? Kérlek! Liszt Ferenc, 19. 17. 19. század. Rendben. Milyen? Az egy nagyon fontos kérdés, hogy szerintetek járt-e Pécsen? Bármikor. Hát ha megkérdezitek, akkor biztos. Legalább egyszer biztos. Igen. És aztán másnap megérkezett, egyébként 35 éves volt ekkor Liszt. És hát ugye a püspöknek a vendége volt. Adott egy óriási sikerű koncertet az akkori pécsi színházban, ami a mai Mária utcán volt. Másnap adott még egy koncertet itt velünk szemben a Hattyúháznak, az emeleti nagy termében, ahol most a dali kiállítás van. És ezt, ennek a bevételét jótékony célra ajánlotta fel, odaadta a püspöknek, valóban jótékony célra fordították. Továbbá mint egy órát orgonált a Székesegyháznak az orgonáján. Itt állunk a Hattyúépület előtt, amint látják ott fönn a táblán is. Sok Montinének volt ez a helye, köztük Liszt Ferenc is adott elő itt művet, pontosan 1846. október 26-án a nagy termében.
Verdi kortárs volt. Még élt Verdi, a magyarországi bemutatója a Verdi Requiemnek Pécsett volt, és ezt a dalárdák és az akkor frissen alakult pécsi zenekar játszották. Táviratot küldtek Verdinek erről az alkalomról. Pécsett alakult meg az Amster Orgona gyár, valahol ott a Sörház utca sarkán, és aztán ahogy terjeszkedtek a József utcába, Mária utcába voltak műhelyeik. Egyébként az Amster gyár több mint 1200 orgonát gyártott életében. Második világháború után láda gyárrá minősítették vissza, de az Opus 1-es nagy orgonája a Székesegyházban ma épült tulajdonképpen. A Bátorszéki templomban is van egy ős Amster orgona, szóval hogy az orgona népszerű volt. Vallásos nép volt a német is, meg a magyar is, amelyik Pécset lakta. Nem csak azért, mert püspöki székhely, hanem azért is, mert templomok voltak. Tehát az orgonát mindenhol használták. Most szeretném megkérdezni, hogy van annak realitása, hogy Liszt Ferenc volt akkor David Beckhamja abból a szempontból, hogy csak a sármjával bevonzott az olyan nőket, akik nem is annyira feltétlenül szeretik a zenét? Ebben egész biztos van igazság a kérdésében. David Beckham is egy sármos, de tudja kezelni a labdát is. Na most, ha Ádámnál kezdem a választ a kérdésre, akkor a 19. század az a század, ahol az egyéniség megjelenik a közében. Tehát Lisztet valóban szájtát vagy találták, nem csak a sármia miatt. Volt itt egy bibircsók is neki, tehát de azért aki kitűnik, mint Messi, azért ez az, hogy ne csak bekerül legyen, aki kitűnik, azért azt ma is csodáljuk. Igaz, hogy Lisztet egy évszázadon keresztül, sőt máig csodáljuk, szemben a mai celebek 15 perc hírjában. Szerintetek ő volt akkor David Beckhamja? Biztos. Ahogy képcsitől elő is említette, ebben a században az éneklés volt a legkedveltebb szórakozási lehetőség, így meghívtuk Vermes Tímea opera énekesnőt, és tőle pedig azt kérdeztük meg, hogy meg lehet-e kedvelni felnőtt körben az operát. Színpadi élményem az operában, tehát úgy, hogy az operaházba elmegyek, és látok egy operát, és az nem tévé, hanem hogy így élőben, az már ilyen 18-19 éves koromban volt. Tehát amikor már felnőtt, hogy ezt lehet-e később megszeretni, azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Tehát, hogy én nem szerettem az operát kiskoromban, mert nem ismertem, nem volt mi által megszeretnem. De amikor elmondom, hogy mit szerettem meg, elkezdtem járni a Komáromi Alíz nénihez, mint magánének tanárnőhöz, 16 éves voltam, és elkezdtük tanulni a műdalokat, a pont ezeket, amiben már benne volt a romantika. Ezt fogjuk majd bemutatni, igen, egyet. Igen, és akkor én így elkezdtem szeretni ezeket a dalokat. Tehát nem csak az apát meg a bonél, mert most ez nektek semmit nem mond. De a mai, tehát nem csak a rockzenét, vagy a popzenét, vagy mondjuk azt, hogy könnyű zenét, hanem hogy elkezdtem a komoly zenének megismerni egy olyan könnyedebb formáját, ami valóban így lehetett, hogy így leültek szalonokba, és akkor ez volt a könnyű zene nyilván. És hogy annak volt szövegi tartalma, tehát egy olyan jelentése, amit össze tudtam egyeztetni az akkori. Akkor voltam 16 évesen először szerelmes élet, mármint úgy szerelmes, hogy megéltem szerelmet, tehát volt egy szerelmem, akivel már együtt jártam. És ez valami csoda volt így belevinni abba az érzésvilágba azt, amit ott eléneklek az Alíz néninél. És még így el is énekelgettem neki, persze kiröhögött. De elénekelgettem neki, hogy te figyelj, ez annyira szép, hogy óbűbályos borna fürt, mindegy formán sejmes drága, mondjátok meg, hogy kerültök kedvesemnek homlokára. Mert ugye így lehullanak a fürtök, ahogy csókolózzák. Én ezt teljesen beleéltem magam, szóval nekem így összejött
akkor még barna volt a hajam. Jessica, mert szökélésben. Szökélés meg olyan? Barna. És hogy lehullanak a barna fürtök. Na, szóval, hogy ezt így belevittem az érzem. Mondjuk ez most, amit pont énekeltem, ez pont nem romantikus, hanem ez pont barokk. Mert jól emlékszem, Caccini vagy valami ilyesmi. De most mindegy, de ettől még önmagában a zenében már megéltem érzelmeket. Úgyhogy azt kell, hogy majd a kérdésedre a válasz, hogy igen, lehet később megszeretni a komoly zenét és az operát. Nyilván jobb annak, aki ezt így az anyatejjel magába szívja, de én nem így ismerkedtem meg bele, és mégis aztán szerelem lett az életemben az opera, meg a komoly zene. Épület a 19. század legvégén épült, és mint láthatják, nagyon nagy, így biztos, hogy nagyon gazdag ember lakott benne. És tele van puccal. Igen. Ezért étterem látható, aminek semmi köze a prezentációhoz. Ami nekem a leglényegesebb különbség, mondjuk a romantikus operákban, hogy lényegesen több emóciót tartalmaz, amit kifelé át lehet adni a közönségnek. Tehát sokkal szélesebb az érzelmi skálája, sokkal többet mutat kifelé, sokkal inkább odaadja az énekes lelkét, a belcanto, mint szép éneklés, mert mindjárt takarja azt hiszen benne van a mondatban, hogy szép éneklés, tehát a szépre törekszik, az esztétikumra, vagy az érzelmekre. Természetesen nem azt mondom ezzel, hogy a klasszicizmus végéig nem voltak érzelmek a színpadon, mert voltak, de mondjuk, hogy most pont játsszák az Amadeuszt a színházban, és érdekes, ahogy Mozart egyszer csak így mondja pont a császárnak, ha jól emlékszem, hogy kukorékoló, kasztrált tenorok játsszák el a nőket a színpadon, mondjuk egy kicsit, hogyha visszamegyünk már a barokk vége és a klasszicizmus elején is még. De ehhez képest a romantikus opera ez egy akkora forradalmi áttörés, hogy már olyan érzelmek megjelenhetnek, ami a szerelemnek egy olyan teljesen kinyilatkoztatott formája, hogy érintésekkel egybe kötve, mert hiszen a klasszikus operákban még azért épp hogy eljátszották Singspielek formájában, mondjuk, hogy milyen is egy szerelem, de a romantikus operában az már konkrétan megjelenik a színpadon. Mellettem látható Vörös Sándor, avagy az Aranyember, semmi közük egymáshoz, egyébként 20. századi íróról van szó, és most mindenképpen szeretnénk tőle megkérdezni, hogy ismeri-e Liszt Ferencet. Válaszol, úgy látom, Sanyi. Ezen nagyon elgondolkodott. Készített valaha közös zenét Mr. Basztával? Ahó. Kicsit könnyezik szegény. Kicsit bátrabban, mondjad. Idd meg a kávét legalább. Hogy jobban bele tudjuk magunkat élni ebbe a korszakba, eldöntöttük, hogy bemegyünk a belvárosba, és megnézzük a 19. században is emblematikus épületeket, de sajnos megeresett az eső. Zárva. Itt állunk a Várostörténeti Múzeum előtt, ami magába foglalta a 19. századi jellegzetes szalon egyikét, de nem tudunk bejutni, mivel zárva van. Kicsi püspöki jogliceum épülete előtt, amely a 19. században már javában működő jogi akadémia volt, ma viszont ez a Széchenyi Gimnázium. Állunk a Nádor szálló előtt, ami 1846-ban épült, amikor Liszt Ferenc Pécset járt, és 9 hónapig tartott az építkezés. Ott pedig velünk szemben látható a pécsi dzsámi, ami állt már a 19. században, de nem akkor épült. Uraim és uraim, ez egy fa. Amit megtudtuk, a 19. század legkirályabb tánca a keringő volt, amiről Bánki nép Elias Beatrix modern tánc pedagógust kérdeztük, valamint a táncot ki is próbáltuk. A 19. század ugye romantika kora volt, és ez megnyilvánult minden művészeti ágban. És nyilván a tánc az azért általában a zenére épül rá, bár nem minden esetben, de ez esetben a keringőnél nagyon fontos volt, hogy ezekre a zenékre, a bálokon jól érezzék magukat az emberek, és gyönyörűen tudjanak táncolni. Ezek ugye társasági események voltak, itt lehetett ismerkedni, kapcsolatokat kötni,
és a keringőt sokáig, ugyanúgy, mint a többi társasági táncot, a társadalom nem akarta elfogadni, mert a korábbi táncokhoz képest túl szoros kapcsolatot igényelt a táncpartnerek között, és ezért csak ugye az 1910-es évekre váltak elfogadottakká ezek a társasági táncok, és a latin-amerikai táncok pedig még később, tehát azokban meg aztán még ilyen csípőmozdulatok is voltak, úgyhogy ezeket még nehezebben fogadták el, és ez csak az 1920-30-as évekre vált elfogadottá. Legyen tánc, táncest, meg ilyen, hogy programok legyenek, mit tudom én. És akkor válaszol az egyszerűbb keringőt, tehát amikor csak előre-hátra így lépünk, umpá-pá, jó? A lényeg az az, hogy a fiú fog előre indulni mindig a jobb lábával, a lány pedig a ballal hátra, és így van, a lábak közé léptek be, hogy ne lépjetek egymás lábára. És akkor az úgy néz ki, hogy lent, fönn, lent, fönn, fönn, lent, fönn, fönn, lent. És nem kell néznünk a lábunkat, mert megy az anyagból, és így van. Persze, hogy jól van. Gyöngy, tartsuk a lép, húst ne sértsetek. Lent, fönt, fönt, lent, fönt, fönt, lent, fönt, fönt, és már nagyon ügyesen vezet, vagy nem tudom, melyik ötök vezet, úgyhogy én a bulom is törne, úgyhogy ezt meg lehet próbálni, hogy Let's